Hogyan értékeli a megvalósult beruházást? Hát kezdjük a látvánnyal, én ezt már nyáron megtekintettem az épületet, a szobákba bekísértek, és megmutatták, hogy néz ki a szálloda, és jártam már néhány szállodába a világ különböző pontjain, és azt mondhatom, hogy ez egy minden igényt kielégítő nemzetközi színvonalú szálláshely lesz, tehát remélem, hogy az a jó indulás, amiről itten számot adtak a projekt szervezői, irányítói, vagyis hogy az első időszakban már 30% fölötti, majdnem 40%-ot ért el a kihasználtság. Ez rövid időn belül felfut arra a szintre, hogy minden körülmények között rentábilis legyen a beruházás. Én azt hiszem, hogy most egy kedvező időszakban vagyunk, vagyis a turizmus az világszerte fejlődik. Ezen belül Európában kezd egy kicsit a turizmus hangsúlya a biztonságosnak, nyugodtnak és eddig még kellően fel nem fedezettnek tekintető közép-európai régióba is átródni. És hogyha megnézzük az elmúlt esztendőknek a fejlődését, akkor pedig azt látjuk, hogy miközben Budapest megőrizte a vezető szerepét, azon közben azért a kellő koncepcióval és fantáziával rendelkező a településvezetések különböző helyeken, Nyíregyházától egészen lentéig el tudták azt érni, hogy fölkerüljenek Magyarország turisztikai térképére, nem csak a belföldi turizmust, hanem a külföldi turizmust figyelembe véve is. És én azt gondolom, hogy ez egy óriási kiugrási lehetőséget jelent ennek a térségnek, amit a történelem rendesen megpróbált, de végre talán kezdődött egy olyan időszak, amikor a régi hátrányokból előny kovácsolható. Úgy gondolom, hogy a város azon kívül, hogy 3 milliárd forintot érő beruházással gazdagodott, sokkal többet jelentett számunkra, hiszen nem csak egy turisztikai létesítménnyel gazdagodtunk, nem csak egy komplex turisztikai szolgáltatás jött létre, létrejöttek új munkahelyek, szám szerint több mint 50-51 munkahely jött létre, és gazdagodott a térség is, hiszen ez a szálloda és ez a fürdő a maga komplexitásával egy turisztikai vonzerőt jelent már önmagában, amire várjuk a turistákat, várjuk az ideérkezőket, és várjuk a gazdasági fejlődését is a környezetnek, hiszen ez a beruházás úgy gondoljuk, hogy további működőtőkét fog majd ide vonzani, további beruházások születnek, tovább szépül a város, tovább szépül a környék, és ez azt eredményezi, hogy a turisztikai ágazat egy húzóerő lesz városnak és környezetének. Különböző fejlesztések, útfelújítások, erősödő mezőgazdasági vállalkozások, korszerűsített termelői piac, turizmusfejlesztés, fürdővárosi fejlesztési koncepció jelzi, hogy Lenti és vidékének közössége nem csak akar, hanem tud is cselekedni. Ígéretes fejlemény, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós finanszírozási időszakban 400 milliárd forint fordítható a határmenti települések fejlesztésére, az infrastruktúra, a környezetvédelem, az egészségügy, az oktatás, a turisztika, a kutatás területén. A jelenlegi fejlesztési időszakban a korábbiakhoz képest új elem, hogy az anyagi források immár gazdaságfejlesztési célokra is fordíthatók, így nem csak, mint eddig, az önkormányzatok, civil szervezetek és iskolák, hanem a kis és közepes vállalkozások is pályázati lehetőséghez jutnak. Jó hír az is, hogy az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága 1 millió euró értékű forrást mozgat meg a szlovén-magyar határtérség ökoturisztikai szolgáltatásainak fejlesztésére. A 2016. év vége előtt kezdődő Szlovénia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program pedig összefogja a magyar és szlovén turisztikai fejlesztési terveket. Ha ebbe a keretbe illesztjük, a ma átadandó szálloda szerepe különösképpen felértékelődik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az, hogy ezen az ünnepélyes átadáson ma itt lehetünk, annak köszönhető, hogy az Országos Gyógyturisztikai Stratégia megfogalmazóitól, a fejlesztési pályázat kiíróitól,
és a pályamunka helyi benyújtóitól, azaz a lenti önkormányzati munkásoktól, a lenti önkormányzat város dolgozóitól kezdve a pályamunka értékelőin át, a pénzügyi források előteremtőin, a tervezőkön és a kivitelezőkön át, egészen a legutolsó simításuk, az üzembe helyezés legapróbb műveleteinek munkásaiig, mindenki lelkismeretesen elvégezte a rábízott munkát. Én azt hiszem, itt lentiben az itt élők, a vezetők szeretnek álmodni. És egy dolog az álom, meg egy dolog a megvalósítás. Ők olyan építményt álmodtak meg, amelyet megmondom őszintén, én nem tartottam kivitelezhetőnek. Itt tabukat döntöttek, nem érdekli őket a lehetőségek és a pénz, az álmaikat megvalósítják. Dr. Pál Attila, Horváth László polgármester úr és a képviseltestület egy nagyon attraktív, kreatív csapat, amely azt gondolom egy olyan fejlesztést indított el lentiben, amely a délnyugat egyik kapuja lehet a turisztika szempontjából, és hát ezek a fejlesztések mind arra szolgálnak, hogy ismertét tegyük Zala megyét, ismertét tegyük Lentit, gyönyörű szép környezetet. Nagyon jó ételeink vannak, kiváló termálvíz, ehhez párosul egy gyönyörű szép szálloda, minden adott arra, hogy ezt a térséget felemeljük, megindítsuk. Ennek a térségnek óriási szüksége van a turizmusra, de azt gondolom egyik fontos kapujánál állunk most. És tulajdonképpen 2013 tavaszán egy reménysugár mutatkozott arra, egy reális elképzelést teszünk le az asztalra, akkor az akár meg is valósulhatna. És tulajdonképpen ez a folyamat jutott el 2013 őszén oda, hogy a magyar kormány hozott egy olyan kormány döntést, amivel kimondta azt, hogy lentiben valósuljon meg egy tulajdonképpen több milliárdos ilyen turisztikai fejlesztés. Én itt szeretnék köszönetet mondani három személynek, aki ebben hathatósan közreműködött. Meg szeretném köszönni Naszfadi György államtitkár úrnak azt a személyes közreműködést, amit ebben tanúsított, Víg László országgyűlési képviselőnek és Dr. Pál Attila Zala megyei közgyűlés elnökének. Én azt gondolom, hogy nélkülük ez a projekt nemhogy nem valósult volna meg, hanem még csak a megvalósítás útjában sem tudott volna lépni. Tehát 2013 őszén gyakorlatilag megszülettek azok a döntések, amik azt mondták, hogy ezt a projektet el lehet indítani. Én azt gondolom, hogy példaértékű volt a magyar kormánynak hozzáállása, mert ha le akarnám egyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen azt mondták, ha ti hisztek benne, ha úgy érzitek, hogy meg tudjátok valósítani, és képesek is vagytok rá, és ennek minden gondját, nyügét fel tudjátok vállalni, ezt végigviszitek, és utána gazdaságosan lesztek képesek is üzemeltetni, akkor a kormány az minden meg fogja azokat a feltételeket teremteni, hogy ezt meg is lehessen valósítani. Lentiben ma egy olyan beruházás valósult meg, amely azt gondolom, hogy a történelmi szót és a történelmi eseményt azt teljes mértékben kitölti. A jövő biztos, hogy el fogja dönteni ezt, de jelenben a város méretéhez képest és a város eddigi életéhez képest azt gondolom, hogy ez történelmi esemény. Nagy felelősség egyben, hiszen önkormányzati tulajdonban van a fürdő, önkormányzati tulajdonban van a szálloda, felépítése során is lelkiismeretesen figyeltek a képviselőtársak erre, illetve a működtetésnél is lelkiismeretesen kell, hogy figyeljenek. Én azt kívánom, hogy a következő években még több fejlesztési forrás érkezzen ide a városba, és ahogy a Turné című filmben fogalmaz Eperjes Károly, hogy csak akkor tudjuk megvalósítani, csak akkor tudunk bármit is közösen létrehozni, ha megfogjuk egymás kezét, szeretjük egymást, és akkor meg tudjuk csinálni. Hallgass meg minket, Urunk Istenünk, és küldd el szent angyalodat az égből, hogy őrizze, gondozza, segítse, látogassa és védelmezze ezen épületeknek minden lakóját és vendégét, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Tudjuk, hogy rengeteg ember munkája nyomán született meg ez az épületkomplexum, de nem titok, hogy a beruházás megálmodója és motorja Dr. Pál Attila volt. Mit üzenne neki és tábjának a helyi televízión keresztül? Én Pál Attilát elég régóta ismerem, tehát, hogy nem mondjam, a rendszerváltozás kezdete óta, és ő azon kivételes egyéniségek közé tartozik, aki nem vágyott soha másra többre, mint hogy a saját lakóhelyét, a saját kis települését, akármilyen pozícióba, funkcióba is volt, de önzetlenül segítse, és ugyanakkor mindig volt bátorsága arra, hogy valami olyasmit találjon ki, olyanról álmodjon, amit addig még másnak nem jutott az eszébe,
én azt üzenem neki is, meg azoknak is, akik őt segítették, hiszen egymagában se ő, se a polgármester úr nem lett volna képes ennek a megvalósítására. Kellett hozzá az a csapat, ami körülöttük van, hogy ezt a jó tulajdonságukat ezt soha ne veszítsék el, mindig merjenek álmodni, mindig legyenek elég bátrak, ugyanakkor elég realisták is ahhoz, hogy jó célokat üzzenek, és legyen elég erejük ahhoz, hogy megvalósítsák, és hogyha így lesz a jövőben is, akkor mindig találnak hozzá más társakat is. Legyen szó egy államtitkárról, mint Naszfati György úrról, aki azért szintén bizonyos értelemben kötődik ehhez a vidékhez, tehát nem véletlenül az ő neve hangzott el a legtöbbször, talán a polgármester úr meg Pál Attila neve mellett, és találnak a kormányban is partnereket, ahogy szintén itt elhangzott, és remélem, hogy mindig olyan kormánya lesz ennek az országnak, ami az ilyen törekvéseket, az ilyen kezdeményezéseket segíteni fogja. Thank you.